Tavaly ősztől ezeken a vadonatúj standokon árulhatják portékáikat a helyi kiskereskedők mándokon. Egy barnamezős beruházás részeként a piac és az ahhoz tartozó közösségi tér megépítése 165 millió forintba került, amihez 36 millió forint önerőt biztosított az önkormányzat. Ez a kondipark is ehhez a megújult térhez kapcsolódik, amit gyerekek és felnőttek egyaránt használnak. Pekó László polgármester elmondta, felelős gazdálkodásra volt szükség mándokon az elmúlt egy év során ahhoz, hogy a járvány sújtotta időszakban is folytatódjanak a fejlesztések. Új épület építése a fogyatékosok nappali ellátásának biztosításához nyertünk 150 millió forintot durván, és ehhez még az önkormányzatnak 12 millió forint önerőt kellett kiegészítő forrásként hozzátennie. Elkészült első ütemben a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztése, egyen 234 millió forintot sikerült nyernünk, és ebből meg is valósult az első rész. Most folytatódik a második része a csapadékvízelvezető rendszernek, durván 324 millió forint. Ez a közbeszerzés utolsó szakasza van folyamatban, tavasz végén, nyár elején kezdődik a kivitelezés. És már most készül a harmadik ütem, ami azt jelenti, hogy az egész városban 100%-osan épülne a csapadékvízelvezető rendszer. Ugyanez igaz a szennyvízelvezető rendszerre. A felújítás keretében megszüntettek 9 áttemelőt, ezt gravitációs megoldással pótolták. A beruházás részeként 4 utcát újra aszfaltoztak. A teljes fejlesztés összértéke meghaladta az 1 milliárd forintot. A város központjában új buszforduló épült, a közlekedés biztonság feltételeit pedig egy hamarosan megépülő kerékpárút is biztosítani fogja. Az önkormányzat emellett az egészségügyi intézmények fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Sikerült a magyar falu pályázatokon óvoda-udvari játékok beszerzése, itt közel 5 millió forintos pályázatot nyertünk. Orvosi eszközök beszerzése közel 3 millió forint, és sikerült most megnyernünk egy kerékpárút építését a Petőfi utcán, még közel 33 millió forintból. Ez most az idén fog elkészülni, már a kivitelező kiválasztása van folyamatban. Befejeződött a Hírkert Kft. Optikai kábel lefektetése a városban, így 100%-os a kiépítettsége ennek is, és a Rákóczi út kereszteződésétől 1 km hosszan vasútára másik teljes szélességében aszfaltjárda épült. Mándokon november 2. felétől kezdett ugrásszerűen növekedni a koronavírusos betegek száma. A karanténban lévők és az idősek számára az önkormányzat is igyekszik segíteni házi segítségnyújtással. Az óvodás és iskolás gyereket nevelő szülők számára pedig az önkormányzat átvállalta a napi étkezések díját. Pekó László beszélt arról is, a település égkövének számító Forgács kastélyra a járványhelyzet előtt hatalmas volt az érdeklődés, itt azonban jelenleg csak üzleti céllal érkező turistákat fogadhatnak.